túloldalon sem lesz egyébként rossz kapus, Rasmus Rinne, a finn légiós védi a Gyergyó kapuját, itt pedig közben már a nem hivatalos korongbedobás után útjára indult hivatalos formában is a mérkőzés. A legjobb előnykihasználása van a Gyergyónak az Erste Ligában, 32,3%-kal. És ezt is kihasználják simán, rövidbe, óriási gól Brenszorbán. Ezt nagyon eltalálta is. Ha már mondod, a legjobb ember előny, tényleg egy nagyon szép játék volt, amit Brenszorbánra játszott ki. A vendégcsapat egy tökéletes lövést eresztett meg. Szilasi Zoltán, valamint Fodor Szabolcs meccselhet, úgymond a Gyergyó is a Ferencváros két magyar szakvezetője. Nagy játék, ott a második gól. Ezt szépen kisakkozták megint a gyergyóiak. Villámgyors ellentámadás. Ilyenekkel operáltak egyébként a szezon első részében. Nagyon-nagyon sok gólt szereztek hasonló szituációkból. Bodó. Ha jól láttam, igen. Az Ikerpár másik tagja. Próbál valamit változtatni a játékán az Újpest. Most 5-5 ellen is föl tudnak állni. Just. Kipattanó, és az bent van. Pereszunkó nagyon higgadtan várta meg, amíg Rinne eldobja magát, és aztán fölemeli. Szép itt az Újpest. Távoli lövés volt itt, ha jól látom, igen, Just volt, aki kapura rakta ezt. Rinne hibázott itt egyet, kipattanó, az nem a legjobb helyre ment, ezt nagyon jól olvasta Pereszunkó, de ő pedig megdolgozott azért, hogy jókor legyen, jó helyen, ahogy mondani szokták, ment a kapu elé. Hát nem is utolsó utáni lehetőség, de nagyon komoly szansz, hogy előlépjenek a harmadik, negyedik vonalból a játékosok. És ott a gól. Épp az egyenlítés, beleértek a kapu előtt, 2-2, 5 perc alatt egyenlít az Újpest. Németh Attila a gólszerző, ha jól láttam, és egy nagyon hasonló gól, mint az első távolról bejövő lövés, és ezúttal ugye nem a kipattanót használta ki az Újpest, hanem Németh Attila még beleért a levegőbe, és ezzel nem tudott mit kezdeni Rinne. És ugye mindkét csapatnak a videóelemzői itt ülnek mögöttünk, a kommentátorálás mögött, és bőszen a notebookjuk előtt ülnek. Gondolom, ők is ilyen jeleneteket keresnek, amit szünetben érdemes visszanézni, visszamutatni a többieknek. Pereszunkó. És ott a gól. Mekkora gól előnyből, már az Újpest vezet. Micsoda fordulat 9 perc alatt, 3-2 a Liláknak. Nagyon szépen megjáratta a korongot az Újpest, és talán itt elváltotta magát a Gyergyó, mondhatjuk, mert nem lépett ki senki Pereszunkóra, ő tudta lopni a távolságot, és Madácsi nem is tökéletesen Rinne előtt állt, de ez elég volt arra, hogy megzavarja. Pereszunkó. Érzi ő is, hogy betömörülnek, amikor nála van a korong, Jeku nem teszi át a másik oldalra. Nem jut el Rinnéig. Szári blokkolt. Fülükön veszik a levegőt a gyergyóiak. Rinne gól! Rinnéről kijött és bepiszkálták ott talán még a levegőből az újpestiek. Ezt az előnyt is kihasználja a hazai csapat. 4-2. Milyen fordulat ebben a harmadban. És ahogy mondtad, egy más jellegű emberőnyt láthattuk. Ugye az Just és Pereszunkó továbbra sem kapás oldalon állt, de szépen járatta azért a korongot az Újpest, és utána innen föntről érkezik a lövés, ott egy kipattanó, és a levegőbe eltalálta Madácsi. Sárpát ki, Jekunennel egy az egyben, ezt megoldja, de helyzetben nem tud kerülni Sárpát ki, a korong viszont a Gyergyói. Háranen, nagy löket, ott táncolt a gólvonalon, és bemegy. Lehet, hogy pont egy újpesti hátvéd sodorta be a korongot, de menteni szándékozott. Én pont ezt akartam mondani, hogy a nagy mentésből az lett, hogy szerintem egy újpesti játékos a lendületével besodort a Rajnának, ugye? Vagy Vince Péter korcsolyájáról ment be, így most a lassítás alapján lehet, hogy ő rúgta be kvázi. Az Újpest, még ha nem is mondhatjuk, hogy kilábalt a nehéz periódusból, de ez egy jel lehet arra, hogy bizony az újpestiekben is több a potenciál. Az a 4-0-ás középső harmad, az nagyon betyáros volt, hogy így fogalmazzak.